vestido. Se parece a tu marido. Sin ya mi caballo, cuesta la puerta de camino oral. Egy régi Moulin Rouge felvételt láttunk, Kalmár Péterrel együtt nézzük. Ön most megkapta azt a lehetőséget, hogy egy új Moulin Rouge-t teremtsen. Amikor nézi ezeket a képeket, akkor mire gondol? Ilyen lesz a padló, ilyen lesz a tánckar, ilyen lesz a díszlet, vagy pedig egyáltalán nem ilyen lesz? Nem tudom, hanyas felvétel lehet, de gyanítom, hogy olyan 70-es évek vége, 80-as évek eleje, közepe lehet. Szóval ruhában már táncolni se lehet. De biztos lehet, hát még erre pontosan nem tudok válaszolni, hogy milyen lesz. Most folynak az építési tervek, forgó, világító színpad, nyilván mai színpadtechnika, hangosításban, fényekben, hogy a tánckar ilyen lesz, azt nem tudom, ez egy nagyon jó pofa dolog volt. Igen, hát persze, kérdés az, hogy a 90-es években milyen egy olyan magas színvonalú mulató, mert ez egy mulatóhely, amely igazán érdemes arra, hogy a Pesti Broadway része legyen. Hát én azt hiszem, hogy nagyon régóta beszélnek sok mindenki és sok mindenféléről Pesti Broadway ügyben, évek óta. Ami nincs, és én azt hiszem, hogy örömmel jelenthetjük, hogy a Pesti Broadway első mulatója megnyílik jövő tavasszal, ha minden jól megy. Igen. Hát, hogy mire lesz érdemes, tehát a pesti közönségnek, és sokszínű műsort akarunk csinálni, ami úgy a külföldi turistáknak, üzletembereknek, azt, akiket a szállodák, utazási irodák küldenek, épp úgy megfelel, mint a magyar közönségnek, akiknek ilyen, inkább ilyen late night show-kat tervezünk, ami a késő éjszakai szórakozás lesz. Mindig az volt a baj, legalábbis, hogyha visszaemlékszem, nincsen nagy tapasztalatom magyarországi éjszakai mulatókra, és ezekre a műsorokra, hogy úgy kilógott a lóláb, szóval olyan szegényesek voltak, ehhez pénz kell, csillogás kell, csúnya, hogyha egy necharisnya elszakadt, csúnya akkor, hogyha egy táncosnő nem tudja megfelelően megemelni a lábát. Szóval van egy csomó dolog, ami ezt megdrágítja, ezt a műfajt, és csak akkor érdemes csinálni. Igen, illetve nekünk nem szabad, és nem is lehet felvenni a versenyt a Las Vegas-i show-kkal. Méreténél fogva, pénznél, itt soha nem lesz annyi pénz, itt soha nem lesz annyi befogadó képes színház, nem lesz olyan kereslet, nem lesz az embereknek annyi pénze. Tehát nekünk egy speciális pesti kabarét kell csinálni, egy pesti mulatót, pesti folklórral. Kabarét? Mert a Moulin Rouge nem volt kabaré. A Moulin Rouge volt kabaré régen, tehát ott a Kis Manyitól kezdve Latabár Kálmánon keresztül, ott a Kazzal László még refrén énekes volt. Most nem egy az egybe ezt szeretnénk visszahozni, de legalábbis egy olyan Orfeum mulatót, ami nem a Las Vegas-i pompával próbál vetekedni, mert valóban abból ilyen inkább Snass Vegas lesz, mint Las Vegas. És ahhoz, hogy ne legyen Snass Vegas, az ember inkább az agyát használja, és a megfelelő humoristák humorát használja föl, mert az még mindig, nem azt mondom, hogy olcsóbb, hanem értékesebb, és ezáltal talán csillogóbb, mint a sok-sok szoknya. Igen, én azt hiszem, hogy a minden esetre az erotikában, a szexpiacban nem lehet versenyezni a most létező lokálokkal, és nem is szeretnénk. Inkább a humor terén, a szórakozásnak egyéb válfajai terén ott van mit keresnünk, mert ott nem nagyon van konkurenciánk, úgy érzem, vagy nem nagyon lesz, remélem, egy darabig. Hát kérdés, hogyha nem adnak ajándékba még néhány üzlethelyiséget, ami nem volt mulató, de a Pesti Broadway része lehet. De az biztos, hogy mondjuk példát vagy etalont, azt lehet teremteni.